Júniusban fejezték be a Nyír-Derzs és Nyír-Császári közötti összekötőút felújítását. Az 5 kilométeres szakasz gyakran használják, Nyír-Derzsről sokan járnak Nyír-Császáriba és Nyír-Bártorba dolgozni, tanulni és vásárolni. Ez volt az egyik olyan út, amely ebben az évben épült a megyében. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a most záruló uniós költségvetési időszakban 800 fejlesztést indítottak el. 27 kerékpárút épült, 47 belvíz elvezető csatornát tudtunk megújítani 47 településen, lehet, hogy kevesebb településen, azért városban azért többet, több projektet is érinthet. Zöld város kialakítása 21 esetben, turisztikai fejlesztések, 56 óvoda építés, illetve a felújítás valósult meg, 51 bölcsőde, ez különösen érdekes, hiszen ennek eredményeképpen elmondhatjuk, a bölcsődei már nem városi intézmény, hanem sok falusias jellegű települése is megjelent. Minden ugye gazdaságfejlesztési célt szolgál is, hiszen így az édesanyák előbb munkába is tudnak állni, hogyha a családnak a anyagi szükséglete ezt indokolják. 18 ipari parki fejlesztést valósítottunk meg. Foglalkoztatási paktumokról ugye beszéltünk, a jövőben is lesz ilyen. Még majd fogunk is. És fogunk is. De 120 energetikai projekt, ez különösen érdekes, ennyi intézmény. Iskolákat ebbe bele sem veszük, hiszen az egy másik operatív programnak a keretéből, energetikai felújítási keretéből újult meg, de ebben benne van a polgármesteri hivatal, idősek otthona, óvodák, felújítás energetikai szempontból ez jelentősnek mondható. Szeptember közepén rendeztek megyei értéktalálkozót Panyolán. Nem csak itt, hanem több településen is szerveztek hasonló eseményt. Sesták Oszkár megyei elnök azt mondta, a jövőben sokkal inkább a helyi közösségek megerősítésére használnak majd fel uniós forrásokat, kevésbé infrastruktúrális fejlesztésekre. Nem lesz olyan fajta probléma, hogy egy kastélyban működik még az óvoda, és nem annak épült, vagy a szociális otthon egy kúriában épült, vagy működik, és hát nyilvánvalóan nem ezekre a célokra épültek ezek az épületek. Tehát remélem, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklus végére, az ilyenfajta infrastruktúrális gondoknak a végére jutunk. Viszont nagyon fontos, hogy egy településnek milyen az életminősége, a felújított bűvölődési átban milyen programok vannak, milyen közösségek működnek az adott településen, hiszen ezek jelentik az identitás fejlesztését. A helyi közösségek megerősítése talán a legjobb szívó szó, hogy mi is az identitás. Októberben jelentették be, hogy új vízszározót építenek a Tiszán, a Palád Csícsei öblözetben. A megyei közgyűlés elnöke azt mondta, ezekre az országhatárokon is átívelő vízügyi beruházásokra a következő időszakban is fordítanak majd forrásokat. Rendezik például az Északnyírség vízgazdálkodási rendszerét.